Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit a legveszedelmesebb gázkészülék javítókról. Kiket is nevezek én annak? Hát ugye először is általában megismerhetők könnyen, mert csordába járnak, vagy legalábbis párba. Második dolog, ami rájuk jellemző, az ugye az, hogy gyakorlatilag minden készüléket meg bírnak javítani, tehát nem szakosodtak semmire, mindent meg lehet javítani náluk. Ezt én egy kicsit kétlem, de hát ő szerintük ez így van. Második, rengeteg nyugdíjas kedvezményük van, ingyen kiszállásuk van, és minden földi jóval elkápráztatnak minket. Miután kiértek, már hát nem ilyen rózsás lesz a helyzet, de viszont egy sima konvektorba képesek 2 szivattyút eladni. Tehát, hogy én ezeket nagyon szeretem, és értékelem is, miután meghallgattam, miután visszahívott a kuncsot, hogy hát de voltak itt, kicserélték a szivattyút. Kimegyek a konvektorhoz. Te jó Isten, milyen szivattyút? Hát ott azt a pirosat. Pirosat? Hát igen, és ez nem egyszer meg is történt, úgyhogy hagyjuk is, azért elmondtam nektek. Ja igen, és még ami jellemző rájuk, hogy mindenhová ingyen mennek, rengeteg nyugdíjas kedvezmény van ez esetben, tehát hogy figyeljetek egy kicsit oda, mert tényleg aki hirdet, az nem azt jelenti, hogy tényleg szerelő. Úgyhogy nektek kell erre odafigyelni, nem nekik, és utána nem fogjátok megtalálni őket soha többé, mert ugye megváltozik a számuk. Úgyhogy ennek lehetőleg ne dőljetek be, tehát nincs ingyen semmi, meg nem is lesz. Mint ahogy én se kapok ingyen semmit, meg ti se. Úgyhogy, ha tetszett ez a videó is, iratkozzatok föl, és sziasztok!